Ukrajna függetlenségét 24 évvel ezelőtt kiáltották ki, a nemzeti ünnepről a nyíregyházi konzulátus is megemlékezett. Gupalo Arkadyij konzul úgy fogalmazott, a jelenlegi ukrán helyzet beárnyékolja az eseményt. Fontosnak tartja a megemlékezést, és bíznak abban, hogy az ország keleti felén minél hamarabb ismét békés állapotok uralkodnak majd. A vezető konzul vendégem Ukrajna nyíregyházi konzulátusáról. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Minden nemzet életében nagyon fontosak az ünnepek, de egy ilyen fiatal állam, mint Ukrajna számára különösen fontos a hagyományteremtés. Természetesen, mert Ukrajna ez 24. éve már független, és annak idején még 1991-ben a legfelsőbb tanács úgy döntött, hogy a Szovjetunióból kilép és független állam lesz. Ezt a december 1-én a népszavazáson, ahol a több mint 84% a szavazattól rendelkező személy jött, és több mint 90% azt mondta, hogy igen, független lesz az Ukrajna. Most, amikor megkezdődött háború a keleti részén Ukrajnában, az összes nép, beleértve a fiatalok, úgy identifikálják magát, mint az ukrán állampolgár, és ez nagyon fontos nekünk. Mi láttunk, hogy 2013-ban, amikor megkezdődött ez a forradalom a Majdánon, leginkább a fiatalok mentek ki az utcára, és ők akarták az európai értékeket hozni Ukrajnában, mert tudják, hogy ez jövőjük. Ezek szerint ez a nagyon negatív helyzet, ami Ukrajnában kialakult, ez a háborús válság, valahol ez a hozadéka, a pozitívuma, hogy az identitás keresésben, az identitás megszilárdításában igenis segíti Ukrajnát. Természetesen az identitás most a legnagyobb százalékban van, mert több mint kétharmada már úgy értékeli magát, mint ukrán, és segítenek azoknak az embereknek, akik most jönnek keleti részből a belső Ukrajnába. Ezekből úgy mi nevezzük, hogy kényszeri áttelepített emberek, ezek most már több mint 1 300 000 ember, és ebből többsége a keleti részén, a közeli megyékben áttelepítették őket, és ott vannak a lakásuk. De természetesen nyugati részén is vannak az emberek. Többsége ment ki a másik országokba, többek között Magyarországra is, de Magyarországon nagyon kevesen vannak. Ha a számokat mondom, akkor 1 400 000 ember közül Magyarországon csak 60-an jelentkeztek, és ebből csak 7-en kérték a menekült státuszát. De azok is, amikor megmagyaráztak nekik a magyar hivatalban, hogy mit jelent ez a menekült státusz, megkérték, hogy vigyék őket haza, nem maradnak itt Magyarországon. Milyenek a mindennapok most Ukrajnában? Nehezek. A háború helyzetben nagyon nehéz a gazdaságot megtartani. Ebben az évben is úgy terveznek, hogy visszaesés lesz a GDP-nek, körülbelül 7-8%-a, de lehet, hogy több is. És nagyon köszönjük a nemzetközi pénzügyi szervezeteknek, mert segítették Ukrajnának a hitellel, biztosították nagy összegű hitelt, és most a júliusban is egy utalás volt, ami megtartja a mi gazdaságunkat. Szerintem a továbbiakban kilépünk ebben a nehéz helyzetben, helyzetből, és lesz a fejlődés Ukrajnában. Mennyire befolyásolta ez a válság a nemzetközi kapcsolatokat, akár a gazdasági, kereskedelmi területen, vagy a kulturális területen? Ez a válság csak segítette nekünk fejleszteni a kapcsolatokat. Mi aláírtunk a társulási szerződést Európai Unióval, és most nem sokára teljes egészében hatályba lép a szerződés. Könnyebb lesz a kereskedelem, nagyobb számokból tudunk szállítani az Európai Unióba, és visszafelé az EU árok jönnek Ukrajnába, kereskedelem fog növekedni. Politikai találkozók
magas szintük a világ államaival, de Magyarországgal is, mert mai napon is tárgyalnak például a kárpátai vezetőség, a megyei tanács elnöke, meg a közigazgatási hivatal vezetője Budapesten, parlamentben és kormányhivatalban. Szóval ez csak erősítette a nemzetközi kapcsolatok Ukrajnával. Mennyire kockázatos Ukrajnával gazdaságilag üzletet kötni, hogyha lefordítjuk ezt a hétköznapi életben egy-egy cég számára? Természetesen a vállalkozók félnek attól, hogy háború helyzet van Ukrajnában, és most nagyon nehezen kereskedni, de a számokat, ha nézem, akkor a kereskedelem nem nagyon visszaesett. Visszaesés csak, hogy Magyarországon nézem, akkor visszaesés van a mi kivitelünk számokban, mert teljesen megállt a vas szállítás. Általában a gyárak voltak a keleti Ukrajnában, és most már nem működnek. Ez az egyik része. A másik része az, hogy kiesett a forgalomból a villamos energia, majdnem felére csökkent szállítás, de visszafelé a magyar kivitel növekedett, mert, és köszönjük azért, hogy a gázszállítást Magyarországon keresztül ment Ukrajnába. Mi az, ami kitörési pont lehet Ukrajna számára? Szerintem tovább fogunk folytatni ezt a kapcsolatokat, és amikor hatályba lép, teljesen hatályba lép az társulási szerződés, akkor ez nagyon fontos mindkét ország számára. De fontos is az, hogy most a Nemzeti Biztonsági és Védelmi Hivatal hozott egy új katonai doktrínát, és mi úgy döntöttünk, hogy közeledni fogunk az Euróatlanti Szövetséghez. Mi az, ami igazán segítség lehet Ukrajna számára? Mi szeretnénk köszönetet mondani a magyar kormánynak, az összes magyar embereknek és egyházi szervezeteknek, akik segítettek a Ukrajnának a humanitáris segéllyel, a gyerekek üdítetésével, akik nagy számban voltak itt a Velencei tóban, a Balatonon. Ez nagy segítség, és az emberek már éreznek, hogy Magyarországról jön a segítség Ukrajnának. Ez a válsághelyzet mennyiben befolyásolta a kárpátaljai magyarság megítélését és egyáltalán a helyzetét Ukrajnában? Itt a magyar nemzetiségiek nagyon jó helyzetben vannak, mert a válsághelyzet csak gyorsította a közigazgatási reformokat Ukrajnában. És itt van lehetőség a magyar nemzetiségnek is kihasználni ezt a helyzetet. Tudom, hogy vannak törekvéseik, a 114 település van, ahol magyar nemzetiségek élnek ott, és kistérségek is, de ez a kérdés kell a politikusoknak és a szakembereknek kidolgozni úgy, hogy ne legyenek az törvényellenesek, ukrán törvényellenesek. Gupar Várkegyi úr, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm szépen.